A Csillagosok Katonák volt egy úgynevezett magyar-szovjet koprodukciós film, amely a magyar és a szovjet állami filmgyártó vállalatoknak az együttműködésével jött létre. 1966-ban kezdődik el az előkészítése. Jancsó Miklós ekkor egy Nemzetközileg is sikeres filmrendező. A szegény legényeket, ugyan, amit ezek szerint jövő alkalommal fognak látni, 65-ben készíti, 66-ban mutatják be, januárban Magyarországon szerepel a 66-os Cannes Filmfesztiválon, és ugyan nem nyer díjat, de ezt mindenki utólag tévedésnek tartja, és tényleg nagyon nagy sikere van, elkezdik vetíteni a világon nagyon sok felé. És ö, általában ö, még akik vitatják a filmet, azok is elismerik, hogy egy átütő erejű film a szegény legények. Ennek nyomán kerülhetett sor arra, hogy egy igen nagy vállalkozás induljon el, ugyanis ez a film, amit most látni fognak tehát a csillagosok, katonák, ez egy ö, ö, keleti veszten, vagy minek nevezhetjük, egy olyan film, ahol ö, vannak hatalmas távlatok, mezők, folyók, gyönyörű épületek, rengeteg lovas, rengeteg katona, egy ö, nagyon fordulatos cselekmény. Tehát valami egészen más, mint amit a korábbi Jancsó filmekben megszokhattunk, és a cselekvény, ugye, az orosz polgárháború idején játszódik, valamikor 1918-19 táján, és ebbe a történelmi viharba helyez el Jancsó Miklós néhány magyar szereplőt. Mi volt ennek a valóságos történelmi alapja? Az volt a történelmi alapja, hogy az első világháborúban, ugye 14-től 18-ig tartott, nagyon sok magyar hadifogságba esett az orosz fronton, és ezeket a nagy orosz birodalom különböző részein hadifogói táborokba ö, helyezték el. És amikor 17-ben megtörtént az októberi forradalom, és utána ö, nem sokkal elkezdődött a polgárháború, hiszen a nagy országban a cári hatalom hívei nem ismerték el az új forradalmi ö, rendszert, akkor a, azokon a helyeken, ahol a ő, kommunisták voltak uralmon, a hadifogoly táborokban megindítottak egyfajta tobolzást, hogy jöjjetek a vörös hadseregbe. És a filmben is lesz erre egy utalás, hogy hát bizony a tobolzásnál az is előfordult érvként, hogy Hát aki hamarabb haza akar jutni Magyarországra, az most jelentkezzék a Vörös Hadseregbe. De azt se lehet kizárni, hogy bizony voltak olyanok is, akikben a négy évi világháború borzalma az megjelelte azt, hogy itt tényleg forradalomra van szükség, és akkor azok elfogadták a Vörös Hadseregnek a céljait, és tényleg önként álltak be a Vörös Hadsereg soraiba. Tehát ilyen is, meg olyan is előfordult ennek során. És a magyar-szovjet koprodukciónak azt teremtette meg a lehetőségét, hogy ezt a a, a Vörös Hadsereg soraiban harcoló magyar csoportot, magyar katonákat, tudták a film hőseivé tenni, nem kizárólag, tehát nem csak róluk szól a film, de ez egy alkalom volt arra, hogy itt egy közös pillanat a történelemben lehet róla filmet csinálni. Ezért is a filmnek a korai szakaszában az volt a címe, hogy internacionalisták, tehát nemzetközi csoport, nemzetközi hadsereg, nemzetközi katonák. Miért volt ez a téma érdekes Jancsónak? Hát elsősorban ö, az hiba lenne elhallgatni, hogy Jancsó Miklós egy baloldali meggyőződésű ember volt, ma is az, hála Istennek él, 93. évében köztünk van aktív, szellemileg friss, és mint egy baloldali meggyőződésű ember átélte a korszakot, az 56-os forradalmat, ugyan nem Magyarországon, de ugye mégis átszenvedte, átélte az 56 utáni megtalálást, és nyilván próbálta keresni azt az utat, hogy hogyan tarthatja meg ő a baloldali meggyőződését, miközben a kommunista rendszer azt csinálta, amit csinált. Valószínűleg azért tudta megtartani a baloldali meggyőződését, mert ez a számára sohasem a diktatúra elfogadását jelentette, hanem mindig egyfajta kiállást a szegény emberek, elnyomottak, a kizsákmányoltak ellen. És a nép kultúrája mellett. Tehát Jancsónak a baloldalisága az ezt jelentette, és ez a filmjeiben nagyon pontosan nyomon követhető. És az is nagyon pontosan nyomon követhető, hogy nem csak a diktatúrát, a kommunista diktatúrát utasította el, hanem elutasította egyáltalán a politikai hatalom gyakorlásnak a történelemben addig ismert módszereit, mert ezeket szörnyűnek és embertelennek találta. Mit látunk ebből a csillagosok katonákban? Azt látjuk, hogy egy, az egyén számára alig követhető vagy áttekinthetetlen történelmi forgatagban élnek ezek az emberek. A front ide-oda hullámzik, hol az egyik fél kerekedik felül, hol a másik fél kerekedik felül, és nagyon nagy a kísértés, hogy ekközben a harcot a legembertelenebb módon is vívják, tehát a katonák az emberségüknek az utolsó maradványait is elveszítsék, jobb oldalon is és bal oldalon is. Jancsó tehát azt keresi, hogy eh, hogyan lehet embernek megmaradni ebben a eh, szörnyű eh, összevisszaságban. A film, az, az ekkoriban szokott jancsói módszerrel nagyon sokat alakult a forgatás során, a filmkészítés során. És ez egyben azt is jelentette, hogy volt egy forgatókönyv, amelyet ezúttal nem csak Hernádi Gyulával írt Jancsó Miklós, hanem egy szovjet-grusz filmrendezőt, Georgi Divánit is bele, bevontak a filmnek a megírásába, és hát ez a forgatókönyv, ez megfelelt a kor hivatalos szellemének. Tehát a dicsőséges ö, ö, vörös hadsereg és a dicsőséges polgárháború, és így tovább, és így tovább. Most, amikor kint voltak ö, a Szovjetunióban ö, Kostroma mellett, és ö, forgatták a filmet, akkor viszont a filmben Jancsó, a helyhez, a lehetőségekhez, a saját koncepciához igazodva nagyon sok mindent rögtönzött. A forgatókönyvből csak a vázlata maradt. Tehát átalakította a forgatókönyvet, egyes dolgokat háttérbe szorított, másokat kihagyott, más dolgoknak nagyobb súlyt adott, tehát óriási átalakuláson ment át a forgatókönyv. És úgy cselezte ki a csapat a szovjet cenzúrát, hogy Eleve azt írták bele a megállapodásba, hogy a filmet Magyarországon hívják elő, és Magyarországon vágják. Tehát a leforgatott anyagot szépen hazaküldték Magyarországra, és a szovjet gyártófélnek ezzel dolga nem volt, és ezzel lehetőségesen volt, hogy beleszóljon a filmbe. Ráadásul a filmnek a belső jeleneteit azt már magyar műtelmekben csinálták, nincs nagyon sok belső jelenet benne és utána a film befejezése pedig itt történt Magyarországon, ugye vágás, hangosítás, minden egyéb. Elkészült a film, és hát a szovjet elvtársak rettetesen meg voltak lepődve. Egy hihetetlen dilemmába kerültek, ugyanis elkészült egy olyan film, ami egyáltalán nem felelt meg a ö, szovjet hivatalos történelem szemléletnek, annál egy sokkal ányaltabb és sokkal ö, ő, hogy mondjam, differenciáltabb módon ábrázolta a háborút, de hát nem lehetett úgy tenni, mintha nem készült volna el. Tehát ugye egy két ország készített, tehát most ezt betiltani nemzetközi botrány, új, de kínos lenne, és így tovább. Nem ezt csinálták, hanem a filmből a Szovjetunióban csináltak egy külön szovjet változatot. Ugye hozzáfolgatni nem tudtak, de ollóval csinálták, tehát ez a szovjet váltalat rövidebb, mint az eredeti, és egy kicsit át is struktúrálták, és ez ugye egy szép feladat, egy filmesztétika órán erről akár lehetne is feladatokat csinálni, hogy hogyan lehet ollóval egy ilyen filmből egy olyan filmet csinálni. Tehát a Szovjetunióban azt, amit most önök látnak, ezt nem mutatták be, ezt csak a ottani rendszerváltozás után vetítették át. Nyilván művészmoziban vagy valahol. Ez, amit itt látnak, ez a magyar változat, ez az eredeti változat, az igazi film. A Szovjetunióban ennek egy megzövidített, nyugodtan mondhatjuk, hogy egy kihelélt és megmásított változatát vetítették. Úgyhogy ez is hozzátartozik a filmnek a történetéhez.